is look at you. Az első Káposztás megyeri juniális koncertsorozatát a Bingusi és barátai indították délelőtt. Ők a legkisebbeket vitték el egy különleges utazásra. Ezeket a gépeket pilóták vezetik. Tudjátok, ők emelik a levegőbe a gépet, teszik le a földre, irányítják. Interaktív műsoruk középpontjában a repülés állt. Vagy éppen azért utaznak valahová, mert a szeretteiket szeretnék meglátogatni, akiket már régen láttak. Vagy dolgoznak, vagy csak valami fontos dolguk akadt. Aztán újpesti táncosok mozgatták meg a közönséget, szólóban vagy épp csapatban. A Wanted Hip-Hop Tánciskola egy színvonalas előadást tett le a színpadra. A Lemonade tánccsoport tagjai nem emlékezték a közös munkát, és tele vannak motivációval. Aztán egy kis színpadigazítás, és már érkezik is a juniális egyik nagy ágyúja. A New Lemonade Pályán! Újvári Zoltán, vagy ahogy talán jobban ismerjük, Zola és csapata az egyik legnépszerűbb dallal indított. A közönség kétszer is visszatapsolta az öt tagú bandát, amelynek frontemberét ezerszer köti a kerülethez. Rengeteget dolgoztam Újpesten, én éltem Újpesten, és hát ugye alapvetően mai napig van érdekeltsége, mert édesanyám mai napig Újpesten élt, szóval milyen, mondjuk azt, hogy ha nem is napi, de heti rendszerességgel azért így járunk ide, és hát nyilván a mai napig van, hogy Újpesten egy csomó dolgomat intézem. A másik pedig, hogy a zenekarnak a dobosa Újpest Trucker, úgyhogy ő meg ilyen nagy focimániás, úgyhogy neki gyerekkorától van újpesti kötődése. Nekem pedig, hát több is van, mert én például írtam Újpest dalt annó 2014-ben, a Nagy Újpest című dalt, amire akkor felkértek, roppant meg tisztelő volt. És mi van még ilyen? Egyszer Újpesten volt egy csajom. Jönöm, ez a feleségem, mert igen. Az első Káposztás megyeri juniális csúcspontja pedig a Neoton família sztárjainak esti fellépése volt. A legendás zenekar kortalan tagjait, akiknek dalai generációknak szólnak, hiszen már 1972 óta zenélnek, jóval a kezdés előtt hatalmas tömeg várta a Kósapár sétányon a legkisebbektől a már régebben fiatalokig. Káposztás megyeri juniális idén első alkalommal hagyományteremtő jelleggel, tehát éreztük jól magunkat, de jövőre és utána mindig újra és újra találkozunk itt. Délelőtt is nagyon sokan voltunk, most délután, és elképesztő egyébként, ameddig a szem ellát itt vagyunk, mi újpestiek, káposztásmegyeriek. Nagyon örülök, hogy eljöttek. Hát még a nézők mennyire örültek, amikor a színpadon szép sorban meg is jelentek a legendás magyar zenekar sztárjai, hogy aztán a közönséggel együtt felszálljanak annak a bizonyos hajónak a fedélzetére, és együtt vágjanak neki a Neoton slágerek végtelen, hol csendes, hol viharos tengerének.